A rendezvényhez csatlakozók a dísztéren gyülekeztek. Itt Balaik Zoltán polgármester köszöntötte őket, majd Riba Ádám, az Alavár megyei Szent Rafael kórház adjunktusa hívta fel a figyelmet a mozgás fontosságára. A szív- és érrendszeri betegségek megelőzhetők, sőt, igazából a legújabb kutatások azt mutatják, hogy 80%-ban az életmódi, mint a mozgás, diéta, ezek a tényezők hatást gyakorolnak a szív- és érrendszeri betegségek kialakulására, tehát igazából a kisebb hányad az, amit a genetikánk határoz meg. 80%-ban az életmódunk, a szokásaink határozzák meg azt, hogy kialakulnak-e ezek a betegségek. A kerékpártúrát immár harmadik alkalommal szervezte meg az Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület. Bár az esemény szorosan kapcsolódott az Idősek Hónapja programsorozathoz, arra nem csak szépkorúakat vártak. Köztudott, hogy az időskori fittségért már fiatalon kell tenni, ezért megszólítottuk a fiatal családokat, fiatalokat, idősebbeket, tehát minden korosztályt, hogy együtt tekerjünk. Szeretnénk, ha a kerékpározás beépülne a napi rutinba, és a felnövekvő nemzedék itt Zalaegerszegen is egyre többen használnák a kerékpározást. Keszei Kálmán gyakran kerékpározik. A Tekerj a szívedért akcióban most vett részt először. Volt egy szívműtétem is, azóta, de meg előtte is szoktam, csak most azóta intenzívebben. Általában nekem a Gébártok környéke megfelel a kerékpárúton, úgyhogy azon szoktam végig kerékpározni, egy ilyen 6 kilométert, 8 kilométert egy-egy alkalommal. Kokas Marcell édesapjával érkezett. Apának mondtam, hogy jöjjünk ide, aztán biciklizzünk. Aztán ugye most kijöttünk, aztán megnézzük, hogy milyen lesz, mert ugye én még nem voltam. A résztvevők ezúttal Zalacsébig és vissza mintegy 30 kilométert tekertek. A helyben maradókat sétára invitálták. Nekik a Turinform iroda munkatársa Kuruzslás és Orvoslás Egerszegen címmel tartott városnézést.